Hello srácok, a nevem Maria, és őszintén szólva nem tudom, hogyan élek még, és az sem, hogy hogyan mesélhetem el nektek ezt a történetet. Az egész március 25-én kezdődött. A barátomnak 2 nap múlva volt a születésnapja, és bár a kapcsolatunk nem volt tökéletes, kerestem valamit, amit ajándékként adhatnék neki. Hogy őszinte legyek, mindketten sokat vitatkoztunk, és ez nagyszerű lehetőség lehetett volna a dolgok kijavítására. Tehát egy nagy ajándékot kellett adnom neki. Éjjel-nappal kerestem az interneten valakit, aki eladná a kedvenc pókember akció figuráját, addig, amíg sok erőfeszítéssel találtam valakit, aki árult egyet. Ez a személy egy gyerekkori barátom volt, akiről tudtam, hogy gyűjtötte Marvel figurákat, és annyit adott el, amennyit csak tudott. Elmentem a barátomhoz, és rögves megmutatta nekem a figurát. Gyönyörű volt. Biztos vagyok benne, hogy Tom, a barátom, imádni fogja. Ott maradtam kávézni és beszélgetni a barátommal, néhány óra után hazamentem. Tom nem tudhatta meg, hogy hol voltam, különben rájött volna, hogy mit fogok adni neki. Aznap után Tom meglepően kevesebbet beszélt hozzám, de amikor eljött a születésnapja, felvette kocsijával, hogy ebédelni menjünk a családjával. Nem jártunk régóta, és a családja messze élt, tehát ez lett volna az első alkalom, amikor találkoznék velük. El lehet képzelni, mennyire izgultam. Akkor azt hittem, hogy valójában sose fogok találkozni velük. Még mindig emlékszem, hogy aznap Tom fültől fülig mosolygott. Majdnem machiavellista volt, de láttam, hogy izgul, és mérges valami miatt. Megkérdeztem tőle, mi a baj, de csak azt mondta, hogy izgul, mert találkozni fog a családjával, és én ártatlanul hittem neki. Amint beszálltam a kocsiba, észrevettem, hogy nem szólt hozzám semmit, és nem nézett rám. A feje valahol máshol járt. Hé, mondd el, mint gondolkodsz, valami nyilvánvalóan történik. Már mondtam neked, hogy semmi, nem lehetsz kicsit türelmesebb? Akkor igenis történik valami, ha azt mondod, hogy legyek türelmes, az azért van, mert valami történni fog. Csak légy türelmes, oké? Van egy meglepetésem számodra. Meglepetés? Nekem. A te születésnapod van, nem az enyém. Ettől a pillanattól kezdve Tom nem válaszolt. Kicsit kellemetlenül éreztem magam a beszélgetés után. Úgy éreztem, hogy a meglepetés nem lehet jó, de úgy döntöttem, hogy adok neki egy esélyt. Különben is, nem olyan, mintha meg akart volna ölni engem, vagy ilyesmi, vagy legalábbis ezt gondoltam akkor. Tom autója egyre gyorsabban és gyorsabban ment az autópálya felé. Tudtam, hogy a szülei abban az irányban élnek, tehát nem gyanítottam semmi furcsát. Amikor az autópályára érkeztünk, akkor kezdődött a furcsaság. Tom egyre inkább felgyorsult, amíg néhány perc múlva túllépte a sebességkorlátot. Aggódni kezdtem, és turadtam vele, de figyelmen kívül hagyott. Néhány másodperc múlva, amik óráknak tűntek, elkezdett válaszolni nekem. Hé, komolyan? Mi bajod van? Túl gyorsan mész. Balesetünk lehet. Aria, tudom, hogy néhány nappal ezelőtt találkoztál egy férfival. Mi? Miről beszélsz? Követtél engem? Tehát felismered őt. Nos, nem volt értelme hazudnod. Igen. Követtelek téged. Gyanakvó vagyok rád, nyilvánvaló, hogy meg kell győződnem arról, hogy nem csinálsz valami furcsát. És nem bántam meg. Azt szerint, amit láttam, igazam volt. Mi a franc van veled? Csak egy barátom volt. Vettem tőle egy születésnapi ajándékot. Dühösen, Tom a nyakamra tette a kezét, és dacosan rám nézett. Ne is gondolj arra, hogy ürügyként használod a születésnapomat. Elég, hogy már elárultál engem. De az igazat mondom. Minden szavattól rosszul vagyok. Egyre elégedettebb vagyok a döntésemmel. Döntés? Miről beszélsz? Be kéne csatolnod a biztonsági övet, ahogy én tettem, kedvesem. Hirtelen Tom átment az út másik oldalára, a szembejövő autók alig tudták elkerülni őt. Szerencsére nagyon kevés ember volt az úton, de ennek ellenére csak időkérdése volt egy baleset, amikor Tom egyre gyorsabban ment. Azonnal állíts meg az autót. Mi a francon veled? Megőrültél? Tom nem válaszolt nekem. Olyan sziopata arccal vezetett, amit még sohasem láttam. Megpróbáltam becsatolni a biztonsági övet, de meglepetésemre sehol se volt. Valaki levágta. Ó,
Úgy tűnik, hogy nincs biztonság jöved. Igazán kár, de tudod mit? Megérdemled. Csak a jó emberek, mint én, érdemlik meg az életet. Te egy szihó vagy, állítsd meg az autót, te sem éled ezt túl, az csak egy öv. Nos, majd meglátjuk, sajnos nem hiszem, hogy életben leszel, hogy megtudd. Ha szembe jön egy autó, biztosan kirepülsz az ablakon, haha. A fejed neki csapódik az üvegnek, majd egyenesen a másik autónak és az útnak. Nekem megvan a biztonságjövem és a légzsák, hogy megvédjen. Miért csinálod ezt velem? Soha nem voltam senki mással, csak azt akartam, hogy jól érezzük magunkat ma. Hazugság. Mindennél ugyanolyan áruló. Csak azért voltál velem, mert épp hogy megismertél, bizonyára már unatkoztál velem, és elkezdtél randizni a barátoddal, igaz? Esküszöm, hogy nem. Utálom a hazugokat. Tom erőszakosan elirányította a kocsiját, és nekiment egy másik autónak. Az ablakomnál lévő üveg összetört, és megsérült a karom. Tom elvesztette az irányítást, de gyorsan visszanyerte. Fáj, igaz? Tudod mit? Ez a szerelem. Ez az árulás ára. Mióta ismerlek, követtelek. Mindig tudtam, hogy valami furcsát csinálsz. De tudod mit? Az enyém vagy, és amikor egy játékom hibás, eldobom. Ezt elmondva, Tom gyorsított, hogy neki menjen egy kamionnak. A teherautó nem mutatott jeleket az autónk elkerülésére. Tennem kellett valamit, különben meghalok. Hirtelen megragadtam Tom kormányát, és az autót oldalra fordítottam. Átmentünk egy kerítésen, és egy kis szakadékba estünk egyenesen a folyóba. A törött ablakomon keresztül víz kezdett tömleni az autóba. Úgy tűnt, hogy Tom elájult, ezért megragadtam azt a pillanatot, hogy átúszhassak a betört ablakon, és elmeneküljek. De hirtelen Tom megragadta a lábam. A tekintete tele volt haraggal. Ez az ember nem akarta megmenteni magát, csak meg akart ölni engem. Ahogy megragadta a lábam, elkezdtem kifogyni a levegőből, és hogy még rosszabb legyen, a testem egy része meg mindig átment az autó törött ablakán, és az üveg még mindig benne állt a bőrömben. Minden alkalommal, amikor a testem nekicsapódott az autónak, éreztem, hogy ezek a kis üvegdarabok mélyebbre mennek a bőrömben. Védekezésemben annyira keményen arcra rúgtam Tomot, ahogy csak bírtam, és a harmadik rúgásom után elengedett. Megragadtam a lehetőséget, hogy elúszak. Ahogy azt tettem, láttam, hogy Tom kinyújtja a karját, hogy elkapjon, amíg az autó mélyebbre és mélyebbre süllyedt. Tom sose jutott ki az autóból. Ironikus módon a biztonsági övé végzett vele. És az, hogy nem tudott úszni. Majdnem megfulladva sikerült kijutnom és lélegeznem, amikor a rendőrség megmentett engem, mindent elmondtam nekik. Nem volt tárgyalás, és senki sem kérdőjelezte meg, hogy mi történt velem. Kiderült, hogy Tom igazából nem Tom volt. Francis volt a neve, és egy keresett bűnöző volt az egész családjának meggyilkolásáért. Attól a naptól kezdve soha többé nem tudtam bízni másokban. Tudom, hogy sok ember valóban jó, és nem mindegyik akar megölni, de nagyon nagy gyógyulási folyamaton kellett keresztül mennem. Minden alkalommal, amikor valaki közeledik hozzám, látom, ahogy Tom visszatükröződik a szemükben, és úgy érzem, hogy bármennyire is jó a másik ember, sorozatgyilkost rejt magában. Néhány évvel ezelőtt, amikor körülbelül 16 éves voltam, én és a családom, ami a két idősebb testvéremből és a szüleimből állt, hazamentünk Mexikóból Texasba. Anyám mexikói, tehát néhány rokona még mindig ott él. A családnak az a része kissé vallásosabb, mint a texasi rokonaink, tehát leszögeztük, hogy évente legalább kétszer elmegyünk Mexikóba. Az egyik idősebb testvérem, Dillon, utálja a repülőgépeket, így általában úton tettük meg az utat, a kocsinkban. Évek óta reggel kezdjük az utazást, éjszaka motelben maradunk, és az utazás hátralevő részét másnap tesszük meg. Azonban ezen az utazáson apát felhívták a munkahelyéről, és sürgősség miatt szükség volt rá munkahelyen, ezért úgy döntöttünk, hogy a 12 órás utazást a lehető leggyorsabban befejezzük, ami azt jelentette, hogy nem álltunk meg éjszaka. Utazásunkat délután 4-kor kezdtük, és azt terveztük, hogy másnap reggel 6 körül hazaérünk, így apa időben eljuthatott az irodájába.
Ahogy apa órákig vezetett, mindannyian nagyon fáradtak lettünk. Bár az autónk meglehetősen tágas, oly sokáig ülni kellemetlen volt, és mindenki felzavart volt, főleg én, aki a két idősebb testvérem között zsúfolódtam, akik elfoglalták hátsó ülés nagy részét. Körülbelül 9 órakor megálltunk egy benzinkútnál, hogy feltöltsük a tartályt, majd egy étkezőnél néhány mérfölddel előre, hogy harapjunk valamit. 23:30-kor mindannyiunknak elege volt. Apu végül kijelentette. Srácok, tudom, hogy most miattam vagyunk itt, de nem hiszem, hogy most úton kéne lennünk. Nagyon fáradt vagyok, és nem akarok elaludni a kormány mögött, és veszélybe sodorni az életeteket. Azt hiszem, meg kéne állnunk a következő motelnél, amellyel találkozunk. Mindenki örömmel hallotta ezt, mivel mindannyian túl sokáig voltunk az úton. Ahogy apa, még néhány mérföldet haladt, egyetlen motel sem találtunk, így végül fáradtság túluralkodott rajtunk, és úgy döntöttünk, hogy az autópálya mellett egy megfelelő helyen parkoljuk az autónkat, és alszunk egy darabig. Annak ellenére, hogy a testvéreim között összezsúfolva aludni egy autóban nem volt ideális, ezen a ponton hajlandó voltam bármire az állandó utazás helyett. Amint találtunk egy megfelelő helyet, apa leparkolta az autót, és azt mondta: srácok, zárjátok be az ajtókat és az ablakokat, bekapcsolom a légkondit, és alszunk pár órát, mielőtt újra útra kelnénk. Néhány perc múlva mindannyian aludtunk. Az idő éjfél körül volt. Hirtelen felébredtem egy hangos zaj miatt, közvetlenül a fülem mellett. Észrevettem, hogy az egyik testvérem az ölemben feküdt, a másik pedig a vállamon nyugtatta a fejét, és hangosan horkolt. Még mindig mindenki aludt, most azonban én ébren voltam. Eleinte megpróbáltam még aludni, de a percek múlásával egyértelmű volt, hogy már nem voltam álmos. Valahogy sikerült kibújnom a testvérem közül, és megnézni az időt. Hajnali 2:15 körül volt, ami azt jelentette, hogy több mint 2 órát átaludtunk. A kocsiban ültem, és játszottam néhány játékot a mobiltelefonomon, de hamarosan lemerült. Ekkor vettem észre, hogy milyen vak sötét volt kint. Kíváncsi gyerekként úgy döntöttem, hogy a leggyerekesebb dolgot csinálom, amit el lehet képzelni. Megragadtam a hátizsákomat, kiúztam egy kis zseblámpát, és amennyire csak lehetett, az ablakhoz húzódtam. Tekintettel arra, hogy a testvéreim mellettem voltak. Az ablakhoz nyomtam az arcomat, és elkezdtem kinézni a zseblámpám fényébe. Az elején nem láttam többet, mint az autópályát, néhány fát és a mezőt körülöttünk. Ahogy a szemem hozzászokott látni a sötétben, több részletet láttam. Ekkor láttam, hogy valami mozog egy fa mellett, néhány méterre tőlünk. Azt gondoltam, csak egy állat, és folytattam az ablakon keresztüli feltárást. Amikor ismét a helyszínre néztem, láttam egy magas ember körvonalát ugyanazon a fa mellett. Azt hittem, hogy képzelődök, mivel az ember olyan mozdulatlan volt, mint a fatörzs maga, így lehetséges, hogy egy halott fa lehetett, amely nagyjából ember alakú, és a túlképző gondolkodásom találta ki a többit. Éppen akkor az a férfi elmozdult és elbújt a fa mögött. Ez sok volt számomra. Ez azt jelentette, hogy nem képzelődtem. Kikapcsoltam a zseblámpámat, de tovább bámultam az ablakon át a fa irányába. Néhány perc eltelt, és az ember a fa mögül rálesett az autónkra. Ezúttal azonban nem volt zseblámpa, így azt gondolta, hogy alszom. Ezután teljesen kilépett a rejtek helyéből, és továbbra is a mi autónkra bámult. Én is ránéztem. Ekkor vettem észre, hogy a szemei vörösek voltak, és ragyogtak a sötétben, és közvetlenül rám bámultak. Ez szörnyen megijesztett. Fogalmam sem volt, hogy mit tegyek, ezért úgy döntöttem, hogy legnyilvánvalóbb dolgot csinálom, amit egy gyerek csinálhat. A bátyáim bőrkabátjait a fejemre húztam, és elrejtőztem közöttük. Meg sem mozdultam, egyetlen hangot sem adtam ki, amíg végül elaludtam. Néhány órával később fájdalmasan ébredtem fel, mivel olyan sokáig zsúfolódtam a testvéreim között. Amint kinyitottam a szemem, néhány napsugar egyenesen az arcomra világított. Nagyon szép napfelkelte volt, közvetlenül a mezőn túl. Azonban a testvéreim és a szüleim a kocsin kívül voltak, vizsgálva azt. Ez kíváncsivá tett, tehát én is kiszálltam. A látvány sokkolva hagyott. Az egész úton sáros kéznyomok voltak, az ablakon és a szélvédőn pedig odanyomott arcok nyoma, mintha valaki az autóba nézett volna kívülről, nem olyan régen.
Ez mindannyiunkat megrémített, és úgy döntöttünk, hogy hazamegyünk, és amilyen gyorsan csak lehet, eltűnünk onnan. Egyetlen szót sem szóltam az emberről, akit láttam, de néhány nap múlva, amikor arról beszéltünk, hogy milyen veszélyes helyzetbe kerültünk az autópálya mellett a kocsiban szunyókálva, nem tudtam visszatartani. Az egész eseményt elmondtam a családomnak, és ez az információ még jobban megrémítette őket. Szerencsések voltunk, hogy ez a férfi vagy talán férfiak nem támadtak meg minket, és nem ártottak bármilyen módon. De azt követően úgy döntöttünk, hogy a jövőben Mexikóba repülővel és nem autóval látogatunk. Apu emellett megpróbált belemerülni az ügybe az interneten kutatva, hogy számoltak-e be hasonló eseményről, de semmit sem talált. Néhányan azonban azt állítják, hogy mezei szellemek voltak. Ezek a mezőgazdasági termelők őseinek a szellemei, akik a mező birtokában voltak, és ezek a szellemek védik a betolakodóktól, a mezőt, vagy bárkitől, aki megpróbál ártani a terménynek. Mivel gyakorlatilag a mezőhöz tartozó földre parkoltunk, ezek a szellemek valószínűleg fenyegetésként láttak minket, de amikor rájöttek, hogy nem ártunk nekik, vagy a mezőjüknek, békén hagytak minket. Védők vagy sem, ez a tapasztalat valóban szörnyű volt, és soha nem utazom azon az úton újra. 2007. november 25-én történt. Egy olyan napon, amelyet soha nem tudok elfelejteni. Hajnali egy körül volt, és az autópályán voltam. Valószínűleg ezerszer haladtam már el ezen az autópályán, mint teherautósofőr, de aznap este más volt. Éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben. Azon a végzetes napon 8 órakor kezdtem el az utazást. Hatalmas üdítőitől ládákat kellett átadnom a város szélén található legközelebbi raktárnak. A teherautó megpokolása után gyorsan elkezdtem az utat. A raktárba vezető úton csak Suzyra tudtam gondolni, a 9 éves lányomra, akit otthon hagytam. Nagyon nehéz volt számunkra, miután az anyja úgy döntött, hogy távozik, tehát nekem kellett törődni vele. Nemrég megkérdeztem a főnökömtől, hogy dolgozhatok-e éjszaka, mivel a napjaimat a lányommal akartam tölteni, és bár utáltam az éjszakai vezetést, mivel tudtam a veszélyeit, egy kis áldozatot kellett hoznom, hogy ott lehessek, amikor a kicsi angyalom felébred, hogy iskolába menjen. Szóval továbbmentem, mosolyal az arcomon. Eleinte minden rendben volt, mivel emlékszem, hogy bekapcsoltam a rádiót, hogy hallgassam a szokásos csatornám. A csatorna az utóbbi időben az utakon történt támadásokról beszélt. Figyelmesen hallgattam a jelentéseket, mivel még nem hallottam híreket a támadásokról a többi teherautósofőrtől. Megpróbáltam növelni a rádió hangerejét, amikor hirtelen elvesztette a jelét. Hangos zaj töltötte meg a teherautómat, amikor elkezdtem bütykölni a rádiót. A rádiónak mostanában baja volt, és meg akartam javítani, de nem volt rá időm. Megpróbáltam újra ki és bekapcsolni, és ez volt, amikor a szemem sarkából láttam valamit, ami megdöbbentett. Lelassítottam a teherautót, mivel azt hittem, hogy a szemem trükközik velem, de miután jól megnéztem, tudtam, hogy nem tévedek. Előttem néhány levágott fa zárt el az utat. Ez normális lett volna, ha az autópályát fák vették volna körül, mivel nem volt ritka, hogy egy fa rássen az útra és elzárja azt. De nem volt más fa közelben, tehát számomra egyértelmű volt, hogy valaki szándékosan tette oda, hogy eltorlaszolja az utat. Feszült voltam, mivel nem tudtam, miért torlaszolták el az utat, vagy mi fog történni. Arra gondoltam, hogy visszatérek, de már 5 órát töltöttem úton, és tudtam, hogy ha visszamegyek más utat használni, több időbe fog kerülni. Azt is tudtam, hogy a raktár, amelybe kellett szállítanom az árut, nagyon közel volt. Néhány percig gondolkodtam rajta, és úgy döntöttem, hogy folytatom az utam előre. Lassan ráléptem a gázra, mert finoman akartam átmenni a fákon. Nem akartam lassan vezetni, de tudtam, hogy így az áruk nem kerülnek veszélybe. Sajnos ez újabb költséges hiba volt. Pont amikor átmentem volna a fákon, megláttam őket. Számos ember jelent meg a sötétből, akik fémcsöveket és köveket tartottak. Ezeknek az embereknek a látványától lüktetni kezdett a szívem, és lefagytam. Elkezdtem azon agyalni, hogy mit fognak csinálni velem, és ekkor rémülten néztem, hogy megtámadták a teherautómat. Az előső férfiak megpróbálták szétverni a fényszóromat, és hallottam, hogy hevesen ütik a teherautó elejét a fémcsöveikkel. Azok a férfiak, akik téglákat és köveket tartottak, az ablakaimnak dobták őket.
Nem tartott sokáig, amíg a szélvédő feladta, és egy kemény téglát éreztem a fejemnek csapódni. A fájdalom elviselhetetlen volt, és éreztem, hogy a fejemből csöpög a vér a jobb szemembe. A látásom ezután elmosódott lett, és félelmetes fájdalom futott át az egész testemben. Hallottam őket a teherautó oldalánál, és teljesen összeszartam magam, de amíg mindez történt, csak a lányomra, Suzyra gondoltam. Tudtam, hogy nem hallhatok meg itt, mivel én voltam az egyetlen, aki maradt neki. Az anyja már elhagyta őt, és én nem akartam elhagyni őt, ezért elhatároztam magam. Először haboztam ezt megtenni, mivel nem akartam megölni senkit, de abban a pillanatban tudtam, vagy az én életem, vagy az övéké. Tehát összegyűjtöttem az erőt, és dudálni kezdtem. Ezt figyelmeztetésként tettem, mivel tudtam, hogy nem fogok megállni, tehát habozás nélkül rátapostam a gázra. Ahogy a teherautó elkezdett előre haladni, az emberek szétszorodtak, miközben én a fák felé haladtam. A blokkádon átmenni durva volt, és hallottam, hogy az árul leesik, de nem érdekelt. Tudtam, hogy mindent meg kell tennem, hogy kiussak onnan. Végül áthaladtam a fákon, és egy pillanatra azt hittem, hogy a legrosszabb véget ért, de akkor hangokat hallottam a teherautóm oldalán. Átnéztem az ablakon, és egy őrült kinézetű embert láttam, aki a teherautó ajtaján kapaszkodott, mint egy sziopata menekülő. A szemei vörösek voltak, és a bal kezében egy követ tartott. Szerencsére az ajtóm ablaka nem volt betörve, mint a szélvédőm, de súlyosan meg volt repedve, és bár az ablak be volt zárva, az ember kiáltásai visszhangzottak az egész teherautón keresztül, miközben a következő szavakat kiáltotta. Állítsd meg a teherautót, vagy egyenesen a pokolba küldelek. A félelem megtöltötte a testem, minden hüvelykét, de nem engedtem, hogy ez megállítson, miközben tapostam a gázt. Látva, hogy nem fogok hallgatni rá, az őrült ember felemelte a követ, és minden erejével az ablakhoz vágta. Nem lepődtem meg, amikor az ablak megadta magát, mivel már súlyosan repett volt. Tudtam, hogy nem bírok ki még egy ütést a fejemre, szóval egyik kezemmel kormányoztam, másikkal kivettem a támadásait. Sikerült rávennem, hogy elejtse a követ, és ekkor megpróbálta megfogni a kormányt, hogy megállítsa a teherautót. Sok vért vesztettem a fejemen lévő seb miatt, és tudtam, hogy nem tudom ezt egész éjjel csinálni. Elég erősen koncentráltam, hogy megoldást keressek, és először arra gondoltam, erőszakosan elkanyarítom a teherautót, hogy lerázzam őt, de tudtam, hogy bánthatnék valaki mást, ha ezt tenném. Most kétségbe esett voltam, mivel tudtam, hogy tennem kell valamit, és ekkor eszembe jutott valami, ami megmentette az életemet. Mivel korábban utaztam már erre, tudtam, hogy néhány percnyire a raktártól van a rendőrség, tehát minden erőmet összegyűjtöttem, és megtettem az utam oda. Nem tartott sokáig, amíg a támadó rájött a tervemre, és pont azért, hogy elértük volna a rendőrséget, az ember elengedte a teherautót. Rémülten néztem a törött visszapillantó tükörből, hogy a támadó lesz volna kemény aszfaltra. Megdöbbentő módon az úton lévő autóknak sikerült időben megállniuk, mielőtt még elütötték volna. Arra gondoltam, hogy a támadó már meghalt, mivel elég nagy esés volt, de meglepetésemre láttam, hogy az ember feláll és eltűnik. A rendőrségen a dzsaruk már hallották az összes felfordulást, és néhányuk elindult üldözni az embert. A fennmaradó tisztek, akik nem mentek utána, hátra maradtak, hogy segítsenek nekem. Ahogy kijöttem a teherautóból, elkezdtem dadogni a szavakat. Egy csoportember megtámadott, a kamerám felvett az egészet. Elő akartam venni a készüléket, amikor hirtelen szédültnek éreztem magam. Ezután térdre estem, és körülvettek. Az egyik zsaru azt mondta, meg kell nyugodnia, uram, súlyosan megsérült. Van valaki, akit felhívhatunk? De mielőtt válaszolni tudtam, minden elsötétült, és az utolsó dolog, amit sikerült mondanom, mielőtt elájultam volna, hogy Suzy. Mivel csak rá tudtam gondolni. Másnap a kórházban ébredtem, és a szobámban egy széken aludt a lányom, Suzy. Láttam rajta, hogy egész éjjel sírt, és éppen amikor meg akartam szólítani, felébredt. Azonnal odarohant, hogy megöleljen, emlékszem az örömteli könycseppekre, amikor ezt a morbid eseményt túléltem, és újra láthattam a kislányomat. E pillanat után a zsaruk bejöttek a szobába, és a nyilatkozatomat kérték, szóval elmondtam nekik mindent, ami történt. A zsaruk azután elmondták, hogy a kamera felvételeimet megnézték, és elkapták a támadóim nagy részét.
Ezután elmondták, hogy továbbra is szigorú keresés folyik a többiek után. Az esemény után soha többet nem vezettem éjszaka. Rövidebb napokat kértem a főnökömtől, és még ha alacsonyabb fizetést is adott, de legalább több időt tudtam tölteni a kislányommal. Azt is tudtam, hogy biztonságban vagyok a lehetséges veszélyes emberektől, akik az utcákon vannak éjszaka. Ez a szörnyű esemény nemi PTSD-vel hagyott, mivel még ma is messziről kerülöm azt a helyet, és bár hosszabb időt vesz igénybe az úti célom elérése, továbbra is a hosszabb utat választom, mivel soha nem tudom lerázni azt az érzést, hogy a férfiak közül néhányan még mindig ott vannak, és várják, hogy bosszút álljanak. Ha tetszett a videó, és szeretnél még hasonló tartalmat látni, ne felejtsd el lájkolni a videót, és iratkozz fel a csatornámra, valamint nézd meg a következő ajánlott videót.